1944-ig Arad távol állt a II. Világháború harci cselekményeitől. 1944. július 3-án a szövetségesek, ez Anglia és az Egyesült Államok, az úgynevezett Frantic Joe hadművelet keretében, amely abból állt, hogy felszálltak a repülőgépeik Szicíliában és Dél-Olaszországban, bombázták a Ploiești kőolajvezetet, és utána leszálltak Ukrajnában, ez a bizonyos meglepetés, Ukrajnában ismét tankoltak, és Ukrajnából jövet vissza támadták meg a várost. Arad városa 9 napig úgymond visszatért Magyarországhoz, és ezt a magyar közigazgatás komolyan is vette. Tehát kijelöltek polgármestert, leszerelték a román utcanéptáblákat. Szóval ez az egész kicsit úgy nézett ki, mintha ide most visszatérne Magyarország, és ezt a lakosság része így is élte meg. Akik tudatában voltak annak, hogy ez csak egy elterelő hadművelet, illetve hogy a velük szemben álló szovjet katonasság a román hadsereggel kiegészülve messze fölényben van, azok azért óvatosak voltak. Augusztusáig a repülőtéren egy német repülőszázad volt. Amikor Románia 1944. augusztus 23-án kiszállt a háborúból, akkor felszólították a német hadsereget, hogy hagyja el az ország területét. Hitler őrjöngött, olyan parancsot adott, hogy töröljék el a román fővárost a föld felszínéről. Hát Németországnak már akkor ilyen hadiereje nem volt, és akkor a repülőteret a román hadsereg bombázta, és visszavonulásra késztette lényegében a német haderőt. A II. Világháború után közvetlenül a szovjet hadsereg bevonult, és Románia 1958-ig szovjet megszállás alatt volt. A szovjet megszállás igazából rosszabb volt, mint amire arra a lakosok számítottak. A lakosság a két világháború közötti aradi magyar értelmiség, és nem csak magyar értelmiség, a következő időszakban súlyos szovjet atrocitásoknak voltak kitéve, ami úgy emberéleteket, mint gazdasági értékek eltűnését eredményezte. Minden emlékmű, amelyet a II. Világháború tiszteletén emeltek, az lényegében szovjet emlékmű volt. Ugye az alsó temetőben ott van a baloldali emlékmű teljes egészében, és az egész baloldali parcella a szovjet elesett katonáknak, Arad környékén elesett katonák, illetve a hadikórházban meghaltaknak a sírkertje, jobb oldalon pedig a román katonáknak a az emlékműve található.
magyar emlékművek is megszülettek. Ugye azt mondom, hogy például Pankotán, Gyorokon ezek az elesett magyar katonáknak az emlékét őrzik. Szentpál közelébe körülbelül 10 honvéd hunyhatott el, őket végül egy helyre temette a közösség. Mai napig jelölt sírjuk van, illetve műemlékük áll a templomkertben. Gáj környéki harcokban elhunyt néhány katonát a gáji temetőben temették el, mai napig jelzett sírjaik, illetve emlékük van. Pécskán 2 honvéd került elő, nekik is állítottak emléket. Peregen is állítottak műemléket az ott elhunyt honvédeknek, akik a visszavonulás közben a falun belül is tűzharcba kerültek az előre vonuló ellenségek.